Vállán az arcképével díszített szatyor ebben hozta Puzsér Róbert az őt főpolgármester jelöltként támogatók aláírásait a fővárosi választási irodába szeptember elején, szám szerint 6316-ot. Berké Krisztián viszont 10 000 aláírás gyűjtött, Puzsér Róbert stábjának számítása szerint kevesebb aktivistával és rövidebb idő alatt, mint ők. Szerintük ez lehetetlen. Teljesen nyilvánvaló, hogy Berké Krisztiánnak az ajánlásai, azok Kubatov Gábor adatbázisától bűzlenek. Puzsér Róbert szerint a Fidesz segített Berkinek összegyűjteni az aláírásokat, ezért a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordultak, a testület azonban elutasította a beadványukat. A tegnapi ülésén az MSZP delegátja Litresi Csandrás azt javasolta, ellenőrizzék az ajánlásokat. Kezdeményeztem ezt, hogy a többes ajánlásokat ellenőrizzük és vessük össze, és jelenje meg egy egyszerű statisztikában, hogy mekkora az átfedés például akkor Tarlós István és Berk Krisztián ajánlásai között, hány ember volt, aki neki is, és neki is adta az ajánlását, mert akkor ez egyfajta magyarázatot adhat arra, hogy hogyan sikerült ilyen gyorsan ezeket az aláírásokat alá összegyűjteni. A kérdést azonban a bizottság kormánypárti delegátjai napirendre sem vették. Tarlós István korábban azt mondta, semmi köze Berkihez. Berki az pedig az önök embere, önök beszélnek meg. Úgyhogy azt tudja valamilyen bizonyítani. Soha életemben nem láttam a Berkit. A Fidesz Puzsér Róbert állításaira úgy reagált, ostobaságokat beszél. Kerestük Berki Krisztiánt, de csak elfogadhatatlan feltételekkel adott volna interjút a Híradónak. Berki Krisztián főpolgármester jelölti indulását az sem befolyásolná, ha egy esetleges vizsgálat azt derítené ki, hogy szabálytalanul gyűjtötte az aláírásokat. A jelöltsége elleni fellebbezést ugyanis a Nemzeti Választási Bizottság már hétfőn elutasította, így a jelöltsége azóta jogerőre emelkedett. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.